Összekészítve várakoznak a babák, versenyautók, plüssállatok és édességek az FTC Népligeti székházában, majd megjelennek labdarúgóink is, akik az edzés végeztével mikulási ügyességgel felkapják a nagy csomagokat és útnak indulnak. Futballistáink idén decemberben is több budapesti gyermekkórházba látogattak el, hogy néhány kedves ajándékkal és közös fotóval örömet csaljanak a beteg kisgyermekek arcára. Hány éves vagy? 12. Akkor mit találjam? Hát megnézem, hogy van valami itt. Talán ez. Köszönöm. Ez jó. Köszönöm. Jó van, szívesen boldog szerelem, kellemes ünnepeket. Jó. Hogy hívnak téged? Szia. Hoztunk neked egy kis meglepetést. Nézek neked valami. Köszönöm hangosan. Nagyon szívesen. Köszönöm. Nagyon jó érzés, hogy örömet tudunk csalni a kicsiknek az arcára. Másrészt pedig azért nem jó látvány, hogy ilyen sok gyermekben van a kórházban, és lehet, hogy benne lesznek ugye az ünnepek alatt is. Tehát tényleg nagyon fontos és jó dolog, én úgy érzem, hogy megajándékoztuk őket. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk a gyerekekért. A legfontosabb, hogy egészségesek legyenek és minél gyorsabban meggyógyuljanak. Ha ezzel a néhány ajándékkal segíteni tudunk és egy kis pozitív energiát is adtunk nekik, akkor már megérte ez a mai nap. Szlovákiában is rendszeresen jártunk a beteg gyerekekhez a kórházakba, és ott is nagy öröm volt mosolyt csalni a kis arcukra. Hogy állt a focihoz? Szereted? Elfogadott tőlem azt a játékot? Az első egy a szomorú osztály. Szomorú osztály, tehát nagyon szívesen. Gyógyulást kívánok. Na szedjük szét ezt is, segítsek neked? Igen, segítsek. Na nézd csak, ezt felveheted. Felveszed a szemüveg? Felveszed a szemüveget? Nem? Bontsunk ki mindent. Szerintem itt most az a legnagyobb élmény, hogy mindent felbontunk. Most úgy látom, hogy a bontásnak... Na, vedd ki! Úgy, ügyes vagy! Köszönjük szépen! Nagyon szépen! Köszönjük szépen! Akkor mielőbb egy gyógyulást és kellemesítve meg ezt! Köszönjük! Próbáltuk bennük erősíteni, hogy tényleg ilyenkor higgyenek abba, hogy minél gyorsabban meggyógyulhatnak, legyenek kitartóak, legyenek erősek, és akkor azt gondolom, hogy tényleg minél gyorsabban és minél előbb kikerülhetnek innen, és haza tudnak majd kerülni, és már otthon tudják ünnepelni majd a karácsony. Priskin Tamás már néhány éve, míg Dibusz Dénes lassan 2 hónapja boldog édesapa. Mindkettőjük számára így sokkal meghatóbb és örömteli pillanat, ha beteg gyerkőcökön segíthetnek. Ez minden évben egy nagyon jó érzés, hogy tényleg egy picit szebbé tudjuk tenni ugye ezeknek a beteg gyerekeknek a napjait, de hát nyilván ilyenkor azért az ember mindig elgondolkozik azon, hogy milyen rossz helyzetük van most jelen pillanatban, ugye főleg így karácsony előtt, hogy kórházba kell tölteniük ugye a napokat, ez még inkább egy nehéz helyzet, illetve most, hogy már én is azért apa vagyok, teljesen másként tekintek erre, és tényleg engem is sokkal jobban megérintenek ezek a beteg gyerekek, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az én kisfiam az soha nem fog majd bekerülni, mert nyilván ez ugye elkerülhetetlen, hiszen tudom magamról, hogy azért én is jó néhányszor voltam kórházba. Előtte sem volt egyszerű, mert előtte is azért jártunk kórházba, de mióta megszületett a kislányom, azóta nehezebb, és tényleg sokkal nehezebb így látni a gyermeket. De nyilván számomra ez nagyon fontos, én ezt említettem korábban is, hogy nagyon jó dolog, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ilyenkor tudjunk segíteni.